Hogyha valamiben nem lehet belekötni, az az állomások építészeti színvonala, és szerintem a kivitelezés is jó. Nekem is nagyon tetszett, főleg az építészeti megoldások, amiről az úr lent mesélt, úgyhogy ezért megért eljönni. A 4-es metró Tétényi úti állomása volt a leglátogatottabb fővárosi helyszín az uniós fejlesztések nyílt napján. Az állomás és a túravezetés egyaránt lenyűgözte a közönséget. Az Európai Bizottság 2013-at az Európai Polgárok évének nyilvánította. A bizottság azt szeretné elérni, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy mennyire sokrétűen járul hozzá az Európai Unió az élet, a mindennapi élet jobb átételéhez. A fejlesztés politikai nyílt nap lényegében ebbe a koncepcióba illeszkedik. Itt azt szeretném bemutatni, hogy az a 8200 milliárd forintnyi fejlesztési forrás, ami 2007 és 13 között érkezik Magyarországra, az mennyire sokrétűen fejleszti az országot. Nappal természetes fény világítja meg az egész állomást. A látogatók körében nagy sikert aratott a peron fölötti üvegkupola látványa. Maga ez a kupola, ez egy elég jó találmány, egy elég látványos. Nagyon érdekes ez, hogy így bejön a napfény. Kíváncsi lettem volna én az alagútra is, hogy egy megállói végig menjünk rá, az még nagyon érdekes lett van, de így is elég érdekes volt. Az uniós fejlesztések nyílt napját először rendezték meg Magyarországon. A rendkívül nagy érdeklődés miatt hamarosan új alkalom nyílik az országban zajló fejlesztések megismerésére. Május 9-én az Európa Nap alkalmával szeretnék megszervezni a második fejlesztés politikai nyílt napot, és amennyiben az is beváltja a hozzáfűzött reményeket, akkor akár az lehetne egy olyan, mint a múzeumok éjszakája, ami évente ismétlődik, és évente újabb és újabb fejlesztéseket nyit meg a nagy közönség előtt.